Visszanézve az életet, az elmúlt sulis éveket, a sok-sok emlék rengeteg, előttem végig pereg. Sok minden van a listámon, amit még meg kell csinálnom, és a legelején ez áll, még el kell búcsúznom. Életünk filmje, amit játszottunk ez években, és minden egyes barátunk itt lehet a premiéren. Sok mindent éltünk át, és a lista hosszú lenne, de mindenki szerepet játszott majdnem mindenben. Egy történet kezdetét és végét az ember önkényesen választja ki, kiválaszt egy megélt mozzanatot, ahonnan vagy visszatekint, vagy előre néz. Ez egy ilyen pillanat. Minden évben búcsúzik egy évfolyam, egy másik pedig, miközben búcsúztat, maga is számot vet. A szalagavató hagyományosan a célegyenesre való ráfordulást jelzi, számot vetünk, hogy mit sikerült megélni az elmúlt években. A visszatekintés mellett az iskolai élet ritmusa szerint ilyenkor hozzuk meg hosszabb távra szóló terveinket, döntéseinket. Miből érettségizzünk, és hol tanuljunk tovább. De váratlanul minden megváltozott körülöttünk. Ma napestig gépek és kütyük mellett ülünk. Elmaradtak a személyes találkozások, együttlétek, szinte luxusnak tűnik minden szabadban és szabadon töltött óra vagy perc. Milyen jó lenne este 8 után is az utcán lődörögni. Összefutni barátokkal, ismerősökkel. Beülni egy kávézóba együtt. A szemfestékhez végre rúst is feltenni. Együtt ünnepelni a nagyszüleinkkel. Elidőzni a finom főzelék mellett a menzán. Újra hallani, hogy vedd le az ékszereidet, köst fel a hajad. Osztálykirándulásra menni. Talán éppen az ezek iránti természetes vágy tükröződik abban is, hogy a Facebookon most a legtöbb borítókép tágas természeti tájat ábrázol. Magas hegyeket, elterülő réteket, folyópartot vagy tengert. Lehet, hogy így adunk magunknak teret? Lehet, hogy ezek segítenek csendes üzemmódba kapcsolni. Mindenkinek ismerős, hogy töménytelen, megterhelő inger ér bennünket, amelyeket már-már képtelenség feldolgozni. Fernhard Schwarz azt írja, nem az a fontos, hogy mindent lássunk, hanem az, hogy a lényeget lássunk. Nem az a fontos, hogy tennivalóink listája alap aljáig kígyózzon, és véletlenül sem maradjon ki semmi, hanem az, hogy a távlatok szempontjából fontos dolgokat kézben tartsuk. Az elmúlt egy évben alkalmazkodtunk a számunkra ismeretlen helyzethez, meg kellett tanulnunk maszkban is felismerni egymást, a szemünkkel mosolyogni, frissíteni puskázási módszereinket, alvássavító segédeszközként használni a tanári magyarázatot. Az iskola mindennapjait és ünnepnapjait együtt éltük át, így végül sokkal több közös emlék bukkant fel, mint azt először gondoltuk. A sportnapok kezdetekben szoros eredményeket hoztak. Még nem egy profit szerződtetve bajáról, megszereztétek a későbbi győzelmeket. Soha nem fogom elfelejteni a közös focizásokat a nagyszünetben. Igaz, rég volt már, de köszönjük a szórakoztató felsős javatást, miközben különböző gyakorlatokat végeztünk, vízipisztolyos támadás ért bennünket. Emlékeztek arra, amikor a kicsiket nem előztétek be a menza sorban? Na, arra mi sem. Nektek köszönhető a Bányai Spurcsi megszületése. A közös utazások ugyancsak oldották a merev évfolyam határokat. Kapcsolataink olykor felületesek, időnként szorosabbak, és akár nemzetköziek is lehetnek. Greta Greenben dokumentálhatóan kapcsolódott össze a két évfolyam. A két évfolyam kapcsolatát erősítették azok a diákok, akiket ránk hagytatok. Máig előttem vannak. Az első évek akkor nagyon komolynak tűnő konfliktusai, a versengések a két osztály között, a padomon szétkent szendvics, a verekedések a szünetekben, a személyiségi jogaink folyamatos tisztázása. Bár valószínűleg nem úgy lesz vége a gimnáziumi éveiteknek, mint ahogy azt korábban elterveztétek, ne erre koncentráljatok,
Gondoljatok azokra az emlékekre, amelyeket barátokként és osztályként átéltünk. A feltűzött szalag azt jelzi, hogy hamarosan véget ér számotokra a gimnazista élet. Ám emlékként is tekintettek erre a szalagra. Magában foglalja mindazt, ami az elmúlt 8 évben itt történt veletek. Felidézheti az emléket, amit ebbe az iskolába érkeztetek, amit akkor erről az iskoláról gondoltatok, felidézheti a nehézségeket, amiket átéltetek, és amin már túljutottatok, vagy amivel még mindig szembe kell néznetek. Egyik kedves idén ballagó barátom gyakran idézett mondatával szeretnék sok sikert kívánni. Ne aggódjatok, az érettség olyan, mint egy kifestő. Mit bánom én, hogy érdemes vagy céltalan a dolgom? Patak vagyok, kérdje-e, hogy habomat hova hordom? Harcolok, nem tudom kiért, és nem tudom ki ellen. Nem kell ismernem célomat, mert célom ismer engem. Elmúlik sok szép kis jelen, nem is tudod, hogy élvezem töménytelen titoklapul. Töménytelen titoklapul, feldobhatná egy katapult, itt majd egy nőnek nőni kell. Itt majd egy nőnek nőni kell, a dalba és az feltüzel, fülendbe búg, hogy érted én. Fülendbe búg, hogy értenék, nem érné meg, ha értenéd, elmúlt idők képes lapok. Elmúlt idők képes lapok, üzennem kéne, meg vagyok, üzennem azt, hogy létezem. Üzennem azt, hogy létezem, millió csók üdvözletem.